Üdvözlöm az Oxigén Televízió kedves nézőit! Napi hírösszefoglaló műsorunkat látják december 5-én pénteken. Kezdődik a női kézilabda Európa-bajnokság. Hivatalosan is felavatták a győri Baros-hidat, és átadták a Kisalföld presztízs díjakat is. Ezek lesznek kiemelt témáink mai regionális hírösszefoglalónkban. Már is mutatjuk a részleteket. Díjesül a régióban megválasztották Tatabánya díszpolgárát, átadták a kisalföldi presztízs díjakat. Moson-Magyaróvár pedig a belügyminisztérium fődíját kapta egy városszépítő versenyen. Hivatalosan is birtokba vehették a közlekedők a győri Baros-hidat. A beruházásra tervezett még korábban elkészült, és mintegy 1,4 milliárd forintba került. Vasárnap kezdődik a női kézilabda Európa-bajnokság, amelyeink Oroszország ellen lépnek pályára először a kontinens tornán. És marad a borús idő a következő napokban is, a hétvégén sokfelé kell esőre is számítani. Híradónk végén részletesen is elmondjuk, milyen időjárás várható. Idén is a város legrangosabb kitüntetéseit adták át Tatabányán a Szent Borbála napi ünnepi közgyűlésen. Tatabánya díszpolgárának, Salamon Hugót, a Vértes agórájának szakmai vezetőjét választották közösségépítő tevékenységéért, illetve a kulturális értékek közvetítéséért a városban élők számára. A Szabó Ignác díjat Hamar László lelkész kapta, aki egyházközségi teendői mellett többek között a kórházban is szolgálatot teljesít. Az ezüst turul díjat pedig a Népház Sóformációs Tánc Egyesülete vehette át. 13-szor adták át csütörtökön este a kisalföldi presztízs díjakat Győr-Moson-Sopron megye vállalkozóinak és civil szervezeteinek egyik legrangosabb elismerését. A látványos gálaesten 7 kategóriában 8 díjazottat köszöntöttek, így az év vállalkozói üzletembere és innovatív megoldásokat alkalmazó cége mellett a közösségi felelősség vállalásért és a kamarai szolgálatért kategóriában is avattak presztízs díjast. Illényi Katica és a Budapest Bár fellépésével indult a 13. kisalföldi presztízs gála, ahol az estházi gazdája a népszerű műsorvezető Gönczi Gábor volt. A rangos elismerés átadására ismét megtelt a győri egyetemi csarnok, az asztalnál ülők nagyobb része pályázó vagy a díj korábbi nyertese volt. Az ötletet adó Kisalföld napilap főszerkesztője nyitotta meg az estét. Amikor hosszú évekkel ezelőtt a Kisalföld életre keltette a presztízs díjakat, 4 milliós olvasótáborának bizalmára, a lapban rejlő óriási erőre és partnereire, a legkiemelkedőbb helyi vállalkozásokra és szervezetekre támaszkodhatott. Ez a bizalom és ez az óriási helyi összefogás jellemezte eddig a Kisalföld minden közösségi kampányát. Radnóti Ákos, Győr alpolgármestere arról beszélt, hogy a város együtt gondolkodik a helyben működő vállalkozásokkal. Ennek az együttműködésnek volt a jó példája a város oktatási rendszerének átalakítása, vagy épp az önkormányzat munkahelyteremtő segítsége a válság éveiben. Széles Sándor megyei kormány megbízott azt a pillanatot idézte meg, amikor a díjazottak fellépnek majd a színpadra. Komoly súlya van ezen, és az ilyen jellegű pillanatoknak valamennyiünk életében szükség van néha megállni egy pillanatra, értékelni, tanulságokat levonni, bánatot elsírni, elhagyni, és átadni magunkat az igazi örömnek. A beszédeket követően 8-an vehettek át elismerést. A közösségi felelősségvállalás kategóriában megosztott díjat kapott értelmi sérültek és segítőik Győr-Moson-Sopron megyei egyesülete és a civil szervezetek jótékonysági összefogására létrejött Kantarosz Alapítvány. Az innovatív megoldások kategóriában a díjat az alternatív közlekedést fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesületnek ítélték a kurátorok. Ismertebb nevükön ők a Synergy Team. Nagyon nehéz éven és munkás éven vagyunk túl. Nemrégiben versenyeztünk Magyarországon, készülünk a tavaszi versenyünkre, és nagyon sok új fejlesztéssel készülünk bőven, és nagyon szépen köszönöm még egyszer. A gépjármű villamosság és elektromos rendszerek területén dolgozik a Moson-Magyaróvári Mikroflexum Tét Kft. Ők lettek a legjobbak a kisvállalkozók között.
születésünkkor vállalkozunk az életre, aztán tanulmányainkat követve a családra, a munkavállalásra. Most úgy érzem, a jól elvégzett munka sikerélményét megkapva bátran haladhatunk utunkon tovább. Az év vállalkozói között azok indulhattak, akik 20 főnél nagyobb létszámmal rendelkeznek. Vajda Péter 14 éves kora óta péknek készül, ma már több mint 100 féle péksüteményt és 30 féle kenyeret készít vállalkozása. S hogy indult a Pedro pékség? Két munkavállalóval, és elindultam egy úton, hogy Európa legjobb péksége lehessünk, és így Győrben természetesen, és most így érzem, hogy nagyon jó úton vagyunk. Az év üzletembere a győri Előre Halászati Termelőszövetkezet ügyvezetője Szilágyi Gábor lett. Nagyon szeretném, hogyha ez a Prestige díj azt eredményezné, hogy nagyon sokan gondolnak majd arra, hogy halat tegyenek az asztalra, nem csak karácsonykor, hanem máskor is. És akkor már lokálpatriótaként a győri Előre halát tegyék az asztalra először, és másodszor pedig azért, mert ízlett, és már úgy veszik le a polcról, hogy arra gondolnak, hogy finom volt. A Kamara Prestige díját Kránic Ferenc kapta. Náluk családi hagyomány a pékség, hiszen ahogy a nagymama mondta, legyél fiam pék, mert akkor mindig lesz mit enned. Én azt hiszem, hogy a mi atyánk benne van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Én örülök neki, hogy ma itt a pékek is többségbe lettek. A Kamarai Karosz díját a Konzis Kft. Érdemelte ki. Ezt az elismerést azok kaphatják, akik munkájukkal csökkentik a környezet terhelését. Nem kisebb célokat tűztünk ki magunk elé, mikor elindítottuk a vállalkozást, mint hogy egy olyan terméket hozzunk létre, ami Magyarországon piacvezető lesz. Én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy egy picit ennél most túlléptünk, hiszen a nagyvilágba közel 35 rendszerintegrátorunk által ezt a terméket, az Avery Porter szoftverünket és Győr város nevét is most már számos rendszerintegrátorunk népszerűsíti. A Kisalföldi Prestige díjat 2002 óta nyerheti el mindaz, aki Győr-Moson-Sopron megyében dolgozik. A most kitüntetettekkel együtt már 90-en részesültek ebben az elismerésben, ami pénzdíjjal ugyan nem jár, azonban a nyilvánosság ereje annál több lehetőséget kínál. A Belügyminisztérium fődíját kapta Moson-Magyaróvára az idei Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyben. A Virágos Városok és Falvak versenyét Európa szerte mintegy 25 ezer városban rendezik meg. Magyarország a 90-es évek közepén csatlakozott a kezdeményezéshez. A verseny célja olyan városkép kialakítása, amely amellett, hogy az ott élők mindennapjait is kellemesebbé teszi a látogatók számára is, vonzó célpontot kínál. A településeket egy szakmai zsűri bírálta el több szempont alapján, mint például a zöld felületek minősége, az épített környezet állapota, vagy a civil szervezetek részvétele a környezetszépítésben. Hivatalosan is átadták a Baross hidat Győrben. A munka a tervezetnél előbb ért véget, így a közlekedők már korábban birtokba vehették a megújult felüljárót. Ez a projekt egyébként a legnagyobb eleme annak a csomagnak, amelyben összesen 8 nagyforgalmú hidat újítanak fel. A közlekedők ugyan már egy ideje használhatják, hivatalosan mégiscsak pénteken adták át a győri Baross hidat. Alaposan ráfért már a felújítás az 1948-ban újjáépült hídra, hiszen az elmúlt csaknem 70 évben mindössze kétszer volt nagyobb beavatkozás a felüljáró állag megőrzéséért. A Baross hídon naponta nagyjából 20 ezer autó, busz vagy kerékpár halad át, ez pedig igencsak megviselte az elmúlt évtizedekben. Ez a felújítás a 6 hónap helyett gyakorlatilag 5,5 hónap alatt megvalósult. Ez azt jelentette, hogy október közepén már birtokba tudták venni a közlekedők a hidat. A visszajelzések rendkívül pozitívak, a híd nagyon jó minőségben készült el, és én azt gondolom, hogy hosszú távon, hosszú évtizedeken keresztül fogja szolgálni a győriek közlekedését. Annak ellenére, hogy köztudott volt, hogy nagy szükség van a felújításra, Völgyesi Zsolt, a Magyar Közút Nonprofit ZRT vezérigazgatója szerint mégis az 1,4 milliárd forintos költségvetés előteremtése volt a legnehezebb. Hosszas, részletes előkészítés után, amikor a műszaki tervek elkészültek, a legnagyobb kérdés az a forrás kérdése volt.
amelyet a győri önkormányzattal együtt sikerült előteremtenünk. Én azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb eredmény, és ez volt az a zöld lámpa, ami után ez az egész projekt megindulhatott, és ennek eredményeképpen állhatunk most ma itt. A híd bár külsőleg nem változott jelentősen, szerkezetileg teljesen megújult, így legalább 30 évig biztosan nem kell majd komoly karbantartási munkát elvégezni rajta. Pálinkával és a Borbála karddal avattak tüzéreket a 12. Arabona légvédelmi rakéta ezrednél. Az ünnepséget a hagyományok szerint december 4-én Borbála napon rendezik meg. A fegyvernemi napon védőszentjük előtt tisztelegnek a honvédek. A 12. Arabona légvédelmi rakétaezred 12 tisztje és altisztje tette le a hivatalos esküt, és vált ezzel légvédelmi tüzérré. A Likocsi laktanyában zajló ceremónia a hosszú évek alatt kialakult hagyományok szerint zajlott. Jenéhany nagy, önt légvédelmi rakéta tüzérré fogadom! Hazámat szolgálom! Az újonc tüzéreket a több mint 70 éves Borbála karddal avatták fel, ezután pedig a szokásos pálinkaivás következett. A légvédelmi tüzérnek, a légvédelmi rakétásnak fel kell tölteni a rakétát az indítóállványra, tehát ezért van, hogy tölts, tehát a pálinkás pohárba pálinkát töltünk, tehát megtörtént a tölts, és hát nem szeretjük, hogyha a rakéta vagy a lövedék bennmarad a csőben, és szeretnénk az ellenséget megsemmisíteni, ezért van az, hogy üríts, tehát lőjük el, indítsuk el, és hát ezzel jelképezzük a pohár eldobással azt is, hogy a rakéta elment tulajdonképpen a lövedék, és megsemmisítettük az ellenséget. Az avatás a légvédelmi tüzérinduló eléneklésével ért véget. A fegyvernemi napon védőszentjük Szent Borbála előtt is tisztelegtek a 12. Arabona légvédelmi rakétaezred katonái. Az ünnepségen részt vett Sáfár Albert, dandártábornok is, aki kiemelte ennek a napnak a fontosságát. Borbála nap nekem azt jelenti, hogy ez az alakulat, ez a légvédelmi rakéta alakulat, tud ünnepelni, mert vannak sikerek, amit meg lehet ünnepelni, vannak eredmények, amire büszkének lehet lenni, és ezen a napon meg kell, hogy álljunk, egy kicsit ünnepeljük magunkat is, azt a teljesítményt, amit az ezred a múlt évben elért, illetve leülve, fölkészülve, megbeszélve készüljünk a jövőre. Az idei évben is sokan teljesítettek kiemelkedően, őket elismerésekkel díjazták az ünnepségen. Emellett Kovács Ferenc, a rakétaezred parancsnoka, a 2014-es évet is értékelte. Hosszú katonai pályafutásom alatt azt kell, hogy mondjam, még nem találkoztam olyan évvel, ami a katona számára könnyű lett volna. A tavalyi természetszerűleg úgy, ahogy a beszédemben is említettem, sokkal mozgalmasabb volt, hiszen hóhelyzet, árvíz volt, a minden idők legnagyobb dunai árvize, éles lövészetet hajtottunk végre, két fegyverrendszerrel, a Kubbal és a Mistrállal is sikeresen, illetve egyéb szakmai feladatokat oldottunk meg. Viszont az idei évben is jutott, amelyek már nem annyira látványosak. Kovács Ferenc elmondta, hogy idén három nagy nemzetközi gyakorlaton vettek részt. Emellett legfontosabb feladatuk hazánk légterének védelme, erre pedig egész évben készültek, és készülnek a jövőben is. Hogy milyen jó munkát végeztek, arról szeptemberben a NATO is meggyőződhetett. Információink szerint a 48 fős ellenőrcsapat rendkívül elégedetten távozott Győrből. Szombaton még tart a Magyar Termelőktől Magyar Almát kampány Győrben is. A kezdeményezést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hívta életre azért, hogy népszerűsítse a magyar gyümölcsöt. Az idei gazdag termés, illetve az oroszországi élelmiszerembargó miatt a termelőknél sok jó minőségű alma maradt, amelyet így ebben a formában tudnak értékesíteni. Bár a vásárnak még nincs vége, a szervezők szerint már látszik, hogy nagy a siker, így azt tervezik, hogy jövőre is lesz almakampány. Megérkezett Győrbe a Mikulás, mielőtt felkereste volna az óvodákat és a bölcsödéket, a városháza előtti téren köszöntötte a gyerekeket. Kis segédei kíséretében érkezik a Mikulás a városháza előtti térre Győrben, ahol az ovisok már izgatottan várják, majd megérkezésekor énekkel köszöntik a nagyszakállót. Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás, gyere már, gyere már, minden gyere már. A Mikulás úgy hallotta, jók voltak idén a győri gyerekek, így bőségesen osztott szaloncukrot mindenkinek. Nem szabad a gyerekeknek a Mikulást összetéveszteni a télapóval, és bizony én 25 éve a győri gyerekeknek a Mikulást képviselem, és ennek ők is örülnek, és én is nagyon örülök, hogy ez a város ilyen szeretettel
fogadja a Mikulást, és majd aki levelezett velünk, az vasárnap 9-11-13 órakor találkozhat, és bizony hozok nagyon-nagyon-nagyon sok ajándékot, és most én neked átadok egy csoda ajándékot. Egy kézzel az ügyeske megtalálta a titkos aranybarlangunkat, és én adok neked most egy ajándékot belőle egy szaloncukor kíséretével. Tudod, mert örömet egyszerű, örömet szerezni nagyon egyszerű, csak egymásnak kell a Mikulásának lenni. Hosszú után még a nagyszakálló előtt, hiszen mint 25 éve minden évben úgy most is igyekszik felkeresni minél több győri óvodát és bölcsödét. Azok a gyerekek pedig, akik leveleztek vele, vasárnap a színházban találkozhatnak személyesen is a Mikulással. Te is kapsz egyet! Kakaópartira hívta az Alsógallai óvodába járó gyerekeket Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere. A 26 ovis előbb körülnézhetett a városházán, majd kipróbálhatták azt is, hogy működik a szavazás. Elsöprő többséggel szavazták meg az új bányász témájú játszótér megépítését, és indítványozták, hogy épüljön új csúzna az ovoda udvarán. A munka után pedig a pihenésé, vagyis a kakaóé és a Mikulás csomagoké volt a főszerep. Új darabra készülnek a tatabányai Jászai Mari Színház népház színészei. Folydő a Hülyéje című művét januárban játsszák majd először. Az olvasópróbák a napokban kezdődtek. A színdarab férfi és nő közti szeretői, illetve házastársi kapcsolatot mutatja be három felvonásban. Következő van. Ez egy hiperkonzervatív próbafolyamat lesz. Göttinger Pál rendezésében elevenedik meg a bohózat, mely a férfi és női viszonyokat taglalja. A rendező a darab témája miatt elsősorban felnőtteknek ajánlja a művet. Olyan emberi bénázáson alapuló szituációk vannak benne, amiről akkor is sokat tudunk, ha uram, bocsánat, nincs is szeretünk vagy feleségünk, de mégis a minden szereplő minden egyes jelenetben ott és akkor azt a jelenetet szeretném megúszni. Ez műfajára nézve is bohózat, tehát nem keverendő össze a vígjátékkal. A bohózatban nincs személyiségfejlődés, nincsen egyeníthető, szinte egyeníthető karakterük sem, egyetlen egy céljuk van az összes jelenetben megúszni. A 6 hetes felkészülés az olvasópróbával kezdődik. A főszerepet alakító Kardos Róbert is egyelőre csak ismerkedik a szöveggel, illetve a karakterével. Mi nem ismerem jelen pillanatban ezt a karaktert, de talán éppen az izgalma, hogy majd mellett közben felfejtjük. A Hülyéje című színdarabot a közönség január 17-től láthatja a Jászai Mari Színház nagy színpadán. Hétfő délután megnyitja kapuit az új fedett műjégpálya Tatán. A pálya a Kőkuti Általános Iskola udvarán épült, a kilátogatók találkozhatnak majd válogatott jégkorongozókkal és Szuper Leventével, a magyar nemzeti csapat korábbi kapusával is, illetve ellátogat majd a megnyitóra a jeges medve Csúszka, aki a magyar válogatott kabalája. A hivatalos program után pedig a korisok azonnal birtokba vehetik a jeget. Vasárnap kezdetét veszi a magyar-horvát közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság. A magyar csapat 3 csoportmérkőzését Győrben az Audi arénában játsza majd sorrendben Oroszország, Lengyelország és Spanyolország ellen. A csoportból a legjobb 3 csapat megy tovább, a magyar együttes, ha tovább jut, a középdöntő mérkőzéseket Debrecenben játsza. A válogatott egyébként 2 felkészülési meccset játszott már az Európa-bajnokság előtt. Az osztrákokat 38-24-re győzte le, míg a francia nemzeti csapat ellen 22-22-es döntetlent játszott Németh András együttese. Kis Norbert a sportért felelős helyettes államtitkár volt a Győri Eto FC és a Fehér Miklós Akadémia vendége. A politikus azért jött a labdarúgóklubhoz, hogy a sport támogatásáról konzultáljon az élvonalbeli klub vezetőivel. Mentálisan és fizikailag is egészséges felnőtteket szeretnénk, ehhez a sporton keresztül a legrövidebb az út, mondta Kis Norbert sportért felelős helyettes államtitkár Győrben, aki elsősorban a társasági adókedvezményekkel kapcsolatos pályázat miatt érkezett az Etóhoz. Mint mondta, folyamatosan konzultálni akar a klubokkal, azt szeretné, ha minél több egyesületet tudnának a TAO pályázat segítségével támogatni. Jó hosszan beszélgettünk itt egyébként az ügyvezető úrnak az irodájában a továbblépésről, mik a lehetőségei a klubnak, hogyan tud az alapítvány még inkább a fiataloknak az életébe jól
beavatkozni, hogyan tudja őket profi labdarúgóvá tenni, vagy ha nem profi labdarúgóvá, legalább az Eto család tagjává. Jó hosszasan beszélgettünk erről. Ez a célja ennek a látogatásnak, hogy testközelből találkozhassunk azokkal, akik egyébként a magyar labdarúgás jövőjéért felelősek. A helyettes államtitkár arról is beszélt, szerinte érdemes lenne a sportgimnáziumok tananyagába illeszteni a sakkot, hogy a gyerekek még jobban lássák azt, minek mi lesz a következménye, és megtanítsa őket még jobb gondolkodásra. Vince Otto, az Eto klubigazgatója szerint még motiváltabbaknak kell lenniük a fiataloknak, és ebben valóban segített, ha jobban megértik, hogy mi miért van. Igen, én tényleg oda akarok érni, és tűzön vizen át, és minden reggel úgy kelek föl, hogy ma jobb szeretnék lenni, mint amilyen tegnap voltam. Tehát de ebben nyilván nekünk nagyon fontos szerepünk van szakembereknek, hogy megértessük velük azt, hogy alapvetően ugye az ő életükről van szó, az ő élete az, ami neki a legfontosabb kell, hogy legyen, és mi ebben partnerek vagyunk, tehát hogy segítsük abban, hogy ő a személyes fejlődését, az egyéni fejlődését minél hatékonyabban, minél jobban meg tudja valósítani. Mindkét öklözője az elődöntőbe jutott a kecskeméti országos bajnokságon a patent gladiátornak. 64 kg-ban Nyéki Georgián címvédőként állt rajthoz, és most már biztos, hogy dobogón végez. Az egy súlycsoporttal nehezebb versenyzők között is van Győri, a legjobb négy között. A két bajnokságon is bronzérmes Zámbó Dániel most fényesebbre csiszolhatja érmét. Mindkét öklöző péntek este lép szorítóban, ha pedig nyernek, szombaton döntőt vívhatnak a Messzi István sportcsarnokban.